azért jelentkezem be, mert ma kezdek el bepakolni a nyaralásra, és az én bőröndömmel fogom kezdeni. Péntek van, vasárnap fogunk indulni. Úgyhogy most nagy mozsásban vagyok, megkészülődésben. Úgyhogy most előkészítettem az én ruháimat, és most ezeket fogom szépen rendszerezni és behajtogatni a bőröndömbe. Gyerekek most alszanak, és most van időm erre, és nem akarok hangosabban beszélni, mert tuti fölkelnek rá, úgyhogy igen, ezért suttogok. Ruhák közül, amint látjátok, így eléggé hasonló színeket pakoltam el, és igyekeztem úgy válogatni, hogy randi ruhák is kerüljenek ebbe, de strandra való kényelmes ruhákat is elpakoltam. Szóval szerettem volna olyan ruhákat is elvinni magammal, amiket már régóta szerettem volna felvenni, de még nem volt rá alkalmam, úgyhogy úgy gondoltam, hogy talán a nyaralás alatt kerítünk majd olyan eseményt rá, hogy ezeket így tudom viselni. Különböző kategóriákra szedtem a ruhákat, szóval a szép ruhák, ilyen napközbeni viseletek, akkor a fehér neműk, akkor a fürdőruháknak egy teljesen külön kupacot csináltam, mert én szeretem cserélgetni a fürdőruháimat nyaralás alatt, és aztán van egy külön kupac a felsőknek, amikbe ilyen kényelmes pólók is kerültek, azért, hogyha otthon vagyunk az apartmanban, akkor csak felkapok egy pólót, és abban így tudok flangálni, tudok benne főzni, nem sajnálom annyira, mint az ilyen szépséges ruhákat, úgyhogy ezek így egy teljesen külön kupacba kerültek, és itt vannak a strandruhák, ezt a szép csíkosat egyébként a barátnőm varta, a Szigeti Vanda, ezt kaptam tőle a születésnapomra ajándékba, és ezt az alkalmat vártam, hogy végre felvehessem, illetve 2 darab ilyen fehér bikini fölé való strandruhát is raktam el, egy fehér rövidnadrágot, és egy hosszú farmert vészesetére, aztán itt vannak még szintén ilyen otthoni flangálós pizsamák, meg sportruhák, így edzéshez, futáshoz, ezeket is így, hát ezek ilyen lazulós cuccok, úgyhogy ezeket azért rakom külön, és azért mehetnek egybe. És hát itt van a bőröndöm, ami rettentően poros, úgyhogy ezt először le kell tisztítanom, és ezeket fogom szépen rendszerezni. Thank you.
képzeljétek el, hogy most voltam körmösnél, úgyhogy mindjárt megmutatom közelről, milyen lett a körmöm, de nagyon-nagyon szép lett, szerintem. Úgyhogy most van egy kicsi időm még, egy kevesebb, mint egy órám pakolgatni. Arra gondoltam, hogy elkezdem összerakni a gyerekek bőröngyét, mert ugye elkezdtem az enyémet is, abban még kellenek cipők, meg kozmetikumok, meg ékszerek, meg strandcuccok, meg ilyenek, szóval, hogy egy csomó minden van. Egyébként arra gondoltam, hogy írok listákat, és arra gondoltam, hogy feltenném majd Pinterestre, illetve a blogomra is azt, hogy mi mindent pakoltam össze, és ez akkor talán lehet, hogy nektek is vezeti a kezeteket, hogy mégis mi az, amire szükség lehet. Na, úgyhogy van egy kis kávém, az espresso tonikom, most főztem, úgyhogy ez az egyik társam. Berakok egy jó kis vlogot, és most szétszortírozom a gyerekek ruháit, behoztam ide a hálóba magammal mindent, és akkor kigondolom, hogy mi kell. Hú, már most elfáradtam. Ez nem az a minimál gardróbos utaz, nem tudom milyen hű, de nagyon tudatosan dolog, hanem én úgy, hogy az ikrekkel most megyünk először külföldre ráadásul nyaralni, hogy mindent el fog pakolni, amiről úgy gondolom, hogy kell, és inkább elvisszük, és nem baj, ha nem használjuk, de legyen, mert engem megnyugtat. Úgyhogy nem ez a kapszula gardrób és társai módszer lesz most, hanem a jobb félni, mint megijedni. Igen, úgyhogy most szétválogatom a gyerekek ruháit, és utána megmutatom, hogy pakolom össze őket. Na, itt vannak a Nandi cuccai, most így ezt nagyjából összeraktam. Ezek fürdőgatyók, kettő darab, ez pedig egy ilyen UV-szűrős kezes lábas, és ehhez van sapi is, csak azt nem hoztam még be ide szobába. Aztán raktam el, vagy hát fogok eltenni rövidnadrágokat. Képzeljétek el, vettem neki egy ilyen rövidnadrágot, és anyukám is, úgyhogy most abból kettő van, de nem baj, mert sosem elég. És még ezek is rövidnacik, 4, 2, 4, úgyhogy 6 darab rövidnadrágot viszek, de én úgy számolok, hogy egy nap egyszer nálunk általában, mivel átöltözés van, mert leeszi, koszos lesz, leissza, nem tudom, inkább úgy készülök, hogy legyen. És ott amúgy tudunk is mosni, hogyha nagyon kell. Ezek itt pólók, az 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab ilyen rövidújú póló, ezek pedig újatlan bodyk, vagy hát van 2 újatlan body, meg 2 újatlan felső. Aztán rakok el hosszú újút is, csak hogy legyen, legalább 2-t mondjuk, bár nem hiszem, hogy kelleni fog, mert 30 fokokat mondanak, ilyen 28-30 fokot, de ki tudja, inkább legyen, mint ne. Aztán ez is rövidújú body. Úgyhogy emellé még hozok egyet, aztán ezek itt hosszú nadrágok, de ilyen lengébb anyagból, szóval annyira nem melegek, ebből viszek 3-at, hogy legyen. Nem tudom, hogy kelleni fog-e, de ha mondjuk nagyon szeles vagy esős idő lenne, akkor azért nehogy azért ne tudjunk elmenni valahova, mert nincsen megfelelő ruhájuk. Ez pedig itt egy nagyon jó fej kis ing, amit majd egyszer szerintem valamelyik rövid gatyóhoz föladnék rá. Ez meg egy nagyon-nagyon tündéri ilyen kis napozó, ilyen csíkos. Ezt is majd valamelyik vacsihoz vagy családi ebédhez majd rá szeretném adni. Ez egy kapusznis pulcsi, szerintem ennél vastagabb felső ruházat nem kell, mert mondom, meleg lesz. Ezek pedig a pizsik, és ebből is ide tettem 1, 2, 3, 4,
5-5, és ebből jó lenne, ha lenne még egy, mert általában nálunk egy nap, egy pizsi, az így el kell. Amúgy, ha már itt vagyok, megmutatom a körmöm. Szóval, ha már itt vagyok, akkor megmutatom a körmöm. Ilyen nagyon-nagyon cuki, virágos dolog lett. Annyira gyönyörű. És nem mindegyik körmöm lett virágos, csak kettő, de annyira szép lett szerintem, hogy most ez egy darabig így velem lesz. Ezeken kívül pedig még, ugye, amint mondtam, akkor hozok egy hosszú ujjút, meg zoknikat kell hoznom, és akkor az ilyen pelús, nedves törlő, meg ilyesmi, azt nem ide teszem ebbe a bőrönbe, hanem az teljesen más kategóriába fog tartozni, de most így a ruhák szerintem így egészen rendben vannak, úgyhogy ezt most be is pakolom neki, és jöhet a Nóra. Jaj, srácok, a hamikabát nagyon fontos. Pontosabban ez nem az a klasszikus hamikabát, aminek a márkája is hamikabát, hanem ez egy ilyen IKEA-s kis felső, amit kajáláshoz szoktam rájuk adni, hogyha főzeléket vagy ilyesmit esznek, ami nagyon koszolós. És a Nórának is van egy, meg a Nandinak is, de most ezt az egy napot még kihúzzuk szerintem előkével, meg konyharuhával itthon, és ezt inkább most elpakolom, nehogy itthon maradjon. Na most jönnek a Nóra dolgai, én összegyűjtöttem tegnap este a szekrényéből azokat a dolgokat, amiket így, hát így hasznosnak gondolok. Amúgy annyira cuki kis ruhákat találtam neki, meg anyukámtól is nagyon édes kis ruhácskákat kapott, ez az egyik kedvencem. Egyébként nem tudom, ismeritek-e a Lindex nevű márkát, ez is Lindexes, és hát anyukám, mivel sokat ingázik Szlovákiában, Pozsonyban, ő be tud menni személyesen is Lindex boltokba, de lehet online is rendelni, és annyira gyönyörű dolgaik vannak. Ez meg Pepkós, de ez is egy tündér, lehet, hogy már lehettük amúgy, aha, lehettük, mint az állat. De annyira cuki, majd ezt megpróbálom még kiszedni valami foltáltávolítóval, de annyira aranyos egyébként ez a kis ruha. Úgyhogy most ezeket próbálom kiválogatni, hogy mi az, amit elvigyünk, meg mi az, amit ne. Ez meg egy H&M-es kis ruha, ez az egyik kedvencem most rajta, annyira gyönyörűséges. Ja, na, most gyorsan szétválogatom. Na, még mielőtt bepakolnám Nórácska ruháit, gondoltam, megmutatom, hogy mi minden van itt, de hajtogatás közben lehet, hogy már láttátok. Szóval, amit még majd Nandinak be kell tennem, és Nórának ide készítettem, az 2 darab hosszú ujjú, hosszú lábas pizsama, mert lehet, hogy kell, ki tudja. Itt vannak a rövid ujjas pizsamái, úgyhogy ebből bőven van, azt hiszem ez 6 darab. Aztán rakok el neki ilyen nagyon kényelmes lengenyári ruhákat. Ez az egyik, 1, 2, 3, 4. Ez egy nagyon-nagyon szép együttes, ezt valami, nem tudom, valamilyen eseményre
szeretném ráadni, meg ez is, hogy nagyon szép ruha, szóval, hogy két ilyen kis csinosabb együttest raktam el neki. Aztán itt vannak rövid nadrágok, ez 1, 2, 3, 4, illetve vannak még rövid nadrágok így szetben, van egy ilyen kék szett, egy ilyen virágos szett, aztán ez egy ilyen halásznadrágos szett, de elég jól szellőző, úgyhogy ez így mind rövid nadrágos, aztán teszek el neki hosszú nadrágot is, lehet, hogy a kettő mellé még egyet beteszek, hogy legyen biztonság kedvéért, ez is rövid ujjú póló, ez egy ilyen pamut, ilyen spagetti pántos overall, de ez is ilyen nyári anyagból, ezek újatlan bodyk. Ez egy rövid ujjú body, rövid ujjú bodyt még szerintem fogok eltenni, mert az nem baj, ha van, bár elég sok rövid ujjút tartalmaznak ezek a szettek, szóval ha ugyanúgy hosszú nadrágot kell felvenni, akkor tudok ráadni rövid ujjút, tudom kombinálni őket, ezek pedig a fürdőruhái, 1, 2, 3 fürdőruci, ez ugyanolyan ilyen hosszú, ujjas, lábas, kezes lábas, ilyen UV-szűrös, úgyhogy igen, meg természetesen napkalapokat kell még eltennem, de most először bepakolom ezeket, és szerintem most egyelőre eddig fogok eljutni, és majd este folytatom, amikor elaludtak, úgyhogy ezt még most gyorsan benyomom a bőrönbe. Már este van, már meg is fürödtem, meg most készülünk vasorázni Edemmal, és arra gondoltam, hogy gyorsan még megmutatom, hogy mi az, ami kimaradt a délutáni pakolásból, mi az, amit még be fogok tenni a gyerekek bőröngyébe, mert azért még van pár dolog, de hogyha ez megvan, akkor a gyerekek ilyen kötelező cuccai közül szerintem szinte mindent összeraktunk, már csak igazából az ilyen pelenka, nedvestörlő, cumi, gyógyszerek, meg törölközők, ilyen strandtörölközők vannak, amit össze kell raknom, és akkor egy külön szegmens lesz az, hogy mit viszünk magunkkal az útra, illetve hogy milyen játékokat viszünk magunkkal, mert azért egy teljesen üres apartmanban leszünk, ami ugye, hát nem esznek gyerekjátékok ott természetesen, és nekem arra is készülnem kell, hogy mi van, hogyha rossz idő van, és beszorulunk esetleg az apartmanba. Ne legyen erre, ne kerüljön erre sor, de hogyha mégis, akkor azért kell, hogy legyen valami B-terv, és talán a változást az egy kicsit így tompítja, hogyha az ismerős játékaik közül esetleg párat elviszünk, úgyhogy én ezzel is számoltam, illetve azért lesznek majd ilyen háztartási eszközök, meg ilyen tartósabb élelmiszerek, amiket szintén viszünk magunkkal, de erről majd később. Most először rakjuk össze a gyerekek bőröngyét teljesen, vagy hát majdnem 100%-ra, mert ma ez volt a célom, illetve vacsora után, még ha marad energiám, akkor kimosom az ecseteimet, a sminkecseteimet, és összerakom a cipőimet, illetve a sminkeimet, meg az ékszereimet, hogy az is meglegyen már, és akkor az én bőröndöm is majd, hogy nem teljesen elkészül. Na szóval, ezek itt Nándi maradék cuccai, ez 2 darab kardigán, 2 napkalap, és még egy hosszú ujjú felső, 2 pár zokni, ezt nem viszem túlzásba, illetve 1 törölköző, ez így fürdéshez, fürcsihez, otthon, esténként, nem a strandra. Aztán Nóra cuccai pedig itt vannak, neki is van egy törcsie, neki is elrakok egy ilyen kis kabátot kajáláshoz. Aztán elrakom a kis farmer jackiét, egy kardit. Egyébként ezek a kardik azért jók, mert attól függ, milyen ruhában vannak, de van, hogy Nórára adom, van, hogy Nandira. Neki is teszek el azért szoknit, és egy szandált, és Nandinak még ki kell hoznom a szobájukból egy szandált, hogy 2 pár szandáljuk legyen, mert lesz az, amiben utaznak, meg lesz egy ilyen backup szandál, úgyhogy most ezeket még elrakom szépen a bőrönbe.
Sziasztok! Szombat van, és holnap indulunk nyaralni. Úgyhogy most már a pakolással kb. Hát úgy 95%-ig kész vagyok. Most éppen úton vagyok be a városba, ott fogunk találkozni Ádámmal, mert neki még rövid nadrágot kell vennie, mert így a nyári ruhatár az nincs megfelelően feltöltve, úgyhogy úgy döntött, hogy így utolsó pillanatban elmegy és vesz magának néhány új ruhát. Én pedig még be kell, hogy menjek egyrészt pénzt állítani, meg a DM-be szeretnék még bemenni, mert több minden is így, hát így kiderült, hogy kell. Egyrészt a gyerekeknek szeretnék venni ilyen kis tálat, amibe akár zapkását, vagy ilyen főzelékféléket tudok nekik tenni, mert egyetlen egy garnitúra ilyen műanyag tálkájuk van, és hát szeretném, hogyha még lenne. Úgyhogy ezt szeretném, meg még egy pár dolog szerintem, hogyha bemegyek, akkor biztos, hogy eszembe fog jutni. Úgyhogy szeretnék még pékárut venni szintén, mert hogy szendvicseket fogunk készíteni az útra. Most főztem is, hogy minél több mindent el tudjak használni, ami a hűtőben van. Illetve most ugye mondtam, Ádámmal fogunk találkozni bent a városban, mert hogy ő is bent vásárol, és ilyenkor mindig egy kicsit ilyen nem tudom, ilyen randi hangulatom van, meg egy kicsit így a pillangók elkezdenek dolgozni a hasamban, mert olyan ritkán tehetjük meg, hogy elmegyünk ketten valahova is. Most azért gyorsan megiszunk ketten egy kávét, úgyhogy ilyen rögtönzött kis mini randink is lesz, és ezek a készülődős nyaralás előtti nem tudom, napok a legjobbak, főleg amikor ilyen gyönyörű idő van, mint ma. Na, úgyhogy megyek is. Ha közben lemerül a kamerám, akkor átváltok a telefonomra, és remélem nem fogjátok bánni. Na, azt hiszem elérkeztünk a bepakolás legvégsőbb stádiumához, és meg szeretném mutatni nektek, hogy mi mindent viszünk még így a ruhákon, meg a kozmetikumokon kívül. Egy csomó gyerekekkel kapcsolatos dolog is van, amit meg szeretnék mutatni, meg csak így általánosságban néhány dolgot, mert hát ha nektek is szükségetek van egy ilyen listára, hogy mi az, amit érdemes egy ilyen helyre vinni. Ugye apartmanba megyünk, de például törölközőt ide nem kell vinnünk magunkkal, mert azt adnak, meg mit tudom én, ájneműt, meg ilyeneket, szóval, hogy legalább ennyivel is könnyebb dolgunk van, de azért pár ilyen háztartási dologra mégiscsak szükségünk van, úgyhogy most ezeket megmutatnám nektek. Na nem tudom, mennyire látjátok, de ez a gyerekeknek a kis doboza, egy ilyen ecofamily-s dobozt szereztem be, és akkor ebbe pakoltam be mindenfélét. Szóval, akkor kezdjük az ételekkel, mondjuk mutatom azt a kis snackit, ez ilyen kukorica pufi, és ez ilyen mangó és banán ízű, és ezt nagyon-nagyon szeretik, és gondoltam, biztos, hogy Olaszországban is lehetne ilyet venni, de ezt tudom, hogy szeretik, miért ne vinnénk el magunkkal, legalább nem kell annyit boltba futkosni, meg nem kell annyi időt tölteni boltban, ami amúgy is problémás és nehézkes gyerekekkel, hogyha éppen nyűgösek, szóval ezért vettem belőle kettőt, ez pedig ilyen répás sütőtökös, úgyhogy ez a kettő. Aztán ebben a nagy tasiban ilyen gyümölcsszeletek vannak, ezeket a fajtákat szeretik a legjobban. Ez a DM-es, a DM-nek ezeket a kis, hát ilyen gyümölcs, ilyen préssel gyümölcszelet, mangós, almás és banános cseresznyés, és egy csomóféle ilyen, ezeket meg mondjuk a Müllerben vettem, ezek meg ilyen babapürék, jól ismerhetitek, és akkor így kanállal bárhol meg tudjuk enni, én kanállal szoktam nekik odaadni, vagy ők kikanalazzák egy tálból, hogyha meg tudjuk oldani. Aztán, ami még ilyen étellel kapcsolatos, az ez az estikása, és hát ez ilyen kiegészítő dolog, szóval, hogyha mondjuk nem ízlik nekik valamilyen vacsora, vagy valami kreálmány, amit éppen csináltam, és úgy látom, hogy még éhesek, akkor ezzel nem tudunk mellé fogni. Tehát, hogyha semmi nem jön be, akkor ez a vajas kekszes estikása, ez mindig befutó. Most már egyre ritkábban eszik egyébként, de amíg ilyen egészen kicsik voltak, ilyen 7-8 hónaposak, akkor elég sokszor ettünk ilyet, vagy hát kaptak ilyet, és nagyon szerették, de mondom, most már így, hát nagyon sok idő kell, mire elfogyasztunk egy ilyen zacsit, mert
ugye minden mást esznek már, tehát így normális ételeket esznek. Viszont amúgy tök finom, tehát én is megkóstoltam, és nagyon-nagyon fincsi, és ők is szeretik. És egyébként meg azt hiszem, hogy nincsen benne hozzáadott cukor, szóval, hogy ez egy tök jó kis dolog ilyen vész esetére, úgyhogy enélkül nem szerettem volna elindulni. És van egy ebből erdei gyümölcses is, és nagyon-nagyon finom az is. Aztán, ami még ilyen snacki, az meg szintén ez a Fruchtbar márkájú ilyen babakex, és ez is ilyen tönköly búzalisztes almás, mint a legtöbb ilyen babakex egyébként. Ezt régen úgy adtam nekik, hogy akár almához hozzáreszeltem, vagy mindenféle gyümölcspöréhez hozzáreszeltem, de most meg tudják enni, meg tudják rákcsálni, úgyhogy ez is nagyon jó, ehhez sincsen hozzáadva semmiféle cukor, úgyhogy tök jó kis összetevő listája van. Aztán az étkezésekhez pakoltam, ezért mentem a DM-be, még két ilyen mély tányérat. Az egyik ilyen autós, a másik meg ilyen kis, hát ilyen lányosabb figurás, most nem akarom leszedni. Szóval, hogy ez nagyon praktikus főzelékekhez, kásákhoz, gyümölcspürékhez, hogyha olyat eszünk, levesekhez. Meg két darab ilyen lapos műanyag tányérat is csomagoltam, ez ilyen bioműanyagból van, vagy valami újrahasznosított dolog, azt a Müllerben találtam. Aztán szintén étkezéshez pakoltam kanalat és villát nekik. Ebbe csak így belekukucskálhattok. Ilyen babavillák vannak benne, meg kanalak, ezt így elég könnyen meg tudják fogni. Aztán az esti rutinhoz, fürdetéshez tettem el babafürdetőt, mi ezt a Dove Baby-t használjuk most már elég régóta. Nagyon sokfélét kipróbáltunk, nagyon sokfélét szeretünk, de ennek annyira jó illata van, és annyira szeretjük, hogy újra ezt vásároltuk meg. Aztán ennek van testápolója is, azt is tettem el, illetve itt van ez a Nivea 50 faktoros, 50 pluszos ilyen babanaptej, úgyhogy ezt is tettem el, és ilyen magas százalékú, nagyon természetes aloe vera zselét is, hogyha esetleg napégés van, akkor legyen egy akár az egész családnak. Aztán természetesen van itt nedves törlőkendő, ezt az Eco by Nati márkát használjuk már elég régóta. Én a WC-n nem szoktam lehúzni, bár erre az van írva, hogy lehúzható. És itt van egy nagy-nagy kiszerelésű pelenka, ami szintén ez a Natis. Itt pedig van dekatlanos úszópelús, ez 12 darabos, hát nem tudom, hogy majd mire lesz elég, meg mire nem, de majd meglátjuk. Azért egy csomaggal pakoltam el. Úgyhogy szerintem ezt a dobozt kivégeztük. Ja, meg itt még vannak cumik, de kiforraltam, sterilizáltam, aztán beleraktam egy ilyen kis zacsiba. De minden táskánkban van cumi, mert igaz, nem használják állandóan, meg játék közben, de hogyha kell, akkor legyen inkább több, mint hogy ne legyen. Aztán a következő dobozban vannak így a háztartási cuccok, meg a gyógyszerek. Hát akkor nézzük a gyógyszereket. Septapasz. Aztán ez a gyerekeknek írta a doktor úr, ilyen, hát az a neve, hogy burópaszta, és ez ilyen csípésekre, ilyen durvább dolgokra nagyon jó állítólag, úgyhogy kiváltottam, vagy hát csináltattam. Aztán van itt betadin, nurofen a gyerekeknek, aztán advil nekünk, meg ez a cetirizin, vagy nem tudom micsoda, ezt is ilyen csípésekre írta a doktor úr, hogy az állítólag jó, úgyhogy én inkább mindent összepakoltam, hogy legyen, mint hogy ott érjen minket meglepetés, de reméljük, hogy nem lesz rá szükség. Illetve elraktam a lázmérőt, de azt a pelenkázó táskában majd tettem el ilyen WC-tisztítót. Ezt még nem használtam, de szimpatikusnak tűnt. Aztán vettem egy ilyen Ajax Pure Home antibakteriális sprayt, mert ez bármikor nagyon jól jön, főleg most ebben a vírusos időszakban, amiben vagyunk. Úgyhogy így le tudjuk azért időnként törölni ilyen a felületeket. Aztán vettem egy ilyen ekoveres mosogatószert, mert ugye apartmanban leszünk, fogunk főzni, és úgyhogy kell a mosogatáshoz. Vettem egy ilyen folyékony szappant, hogy tudjunk kezet mosni, akár a mosogatóhoz téve, vagy a fürdőszobába, bár biztos lesz szappan, de azért jobb, ha van. Raktam el konyharuhát, 3 darabot, ilyen egyedileg csomagolt papírzsebkendőt, amit már nagyon-nagyon régóta nem vásároltam, szóval ilyen fajtát már rég nem vettem, de van, hogy ez sokkal praktikusabb, és alatta van ilyen 4:1 mosókapszula, ezt csak be kell dobni a mosógépbe, mert ott majd fogunk tudni mosni, és ezt találtam a legpraktikusabbnak,
úgyhogy így külön öblítőt nem vettem emiatt. Viszont ilyen szenzitív, kéméletes fajta, úgyhogy gondoltam, ez majd biztos jó lesz. Aztán nyilván nem olyan természetes, mint egy mosódió, meg ilyesmi, de most ezt találtam a legpraktikusabbnak, és most ez felülírta a választásomat. Aztán nedves törlőkendő, ez ilyen felnőtteknek való nedves törlőkendő, papír zsebkendő, amit csak így ki lehet tenni az apartmanban, és lehet használni, így random. Aztán mi van még itt? Igen, van még itt szivacs. Visszük a szuflét is, úgyhogy ilyen kutyás, ilyen kakazsák, meg vettem azért egy Domestos törlőkendőt is, hogy hát ha annyira nagyon-nagyon helyzet van, akkor legyen, mert néha fontos, hogy fertőtleníteni tudjuk a felületeket. Hát nem ide vág annyira, de viszünk magunkkal egy jó kis kávét is, hogyha így éppen nem megyünk el valahova kávézni, akkor tudjunk készíteni magunknak. Köveket választottak. De máshol nem tudom. Csak a kavicsokon, ugye? Na, én olyan szinten vagyok fáradt, hogy azt nem tudom szavakkal leírni, de most már abszolút így a home stretchben vagyunk pakolásügyileg. Ádámmal osztozunk a bőröndön, mert egyikünknek sincsen annyi cucca, hogy külön bőröndbe kelljen pakolni, meg a kocsiba se férne el ennyi bőrönd egyébként, meg az én nagy bőröndöm az tényleg elég nagy. Azért nem lett annyira gyönyörűen átláthatóan rendszerezett, mint amikor mondjuk Kaliforniába mentünk 3 éve, vagy mikor volt ez? 4. 2017? 4 éve. Ja. Az a legkirályabb pakolós videóm szerintem, az annyira jó volt felvenni. De azért elég átlátható, és a trükk az, hogy mindennek van egy szütyője. És akkor így tudom kategorizálni a különböző dolgokat. Aztán még elraktam napszemüveget. Meg ilyen szemüveget, ilyen rendes dioptriás szemüveget, hogy legyen váltás. Meg Ádám vett egy ilyen edzőszőnyeget, úgyhogy tök jó, mert fogunk tudni jogázni, meg a személyi edzőm fog küldeni ilyen saját testsúlyos edzéstervet, és majd azt kell csinálnom a héten legalább 2-szer. Meg majd talán el tudok menni futni. Úgyhogy így. Aztán mit akartam még mondani? Megcsináltam a szendvicseket, a gyerekeknek elkészítettem a holnapi ebédjét, ami főtt brokkoli, főtt krumpli, és ilyen tofu virsli lesz igazából. Úgyhogy van benne minden talán így, és azt a kis virslis dolgot nagyon-nagyon szeretik. És most mindjárt megmutatom, hogy mi van a hátizsákjukban. Nem vagyunk fáradtak egyáltalán. Nem vagyunk fáradtak. Jézus! Itt vannak a gyerekek táskái, így az utazáshoz. És ezek ugyanúgy néznek ki, mint a bőröndjeik. Ja, a bőröndben még tettem nekik napkalapot, meg a Nandinak még egy ilyen szandálkát, ami úszáshoz kell, meg 2 ilyen nagyon lenge takarót éjszakára, bár úgyis lerúgják magukról. Na mindegy, szóval amúgy szerintem nagyon cuki ez a kis sárkányos dolog. Raktam neki egy kis plüst, ez egy plüst polip, most kapta, vagy hát kapták az apukájuktól. Aztán egy váltásruhát, ezt gondoltam az ő hátizsákjába teszem, mert az én pelenkázó hátizsákomban már nem fér. Aztán itt van 2 darab könyv, ezt nagyon szeretik, ezt a történetet, ez a Gruffalo nevű történet, talán ismeritek. Ez pedig a Kerekítő nevű ilyen kis mondókás könyv, ebben nagyon szép színes képek vannak, ezt sokszor szoktam nekik olvasgatni. Raktam, vagy hát rejtettem még a hátizsákba egy ilyen kis gyümölcsszeletet is, hogy hát így érdekes legyen, hogyha
így mondom neki, hogy Nándi, nézd meg, mi van a táskádban, van valami finomság benne, és akkor ezt megtalálja, és akkor meg tudja elni. És akkor ez a heti zsák így még érdekesebb lesz, szóval, hogy ebben inkább így játékok vannak. Lehet, hogy holnap reggel még teszek bele játékot, mert még fér, de amúgy ez ilyen igazán praktikus dolgok az én pelenkázó táskámban lesznek. Aztán a Nóra táskája, az meg ilyen nagyon cuki, rókás, és ebbe tettem ilyen snacket, amit már mutattam, egy napkalapot, majd ebbe is szeretnék még egy extra napkalapot tenni, hogy legyen az útközbenre is. Akkor a Nórának a kedvenc plüsse, ez a kis bárányka. Ezt raktam el, egy váltás ruhát, meg, jaj, szegény Bari leesett, neki is tettem el ilyen almás mangós szeletet, és kettő darab könyvet, amik újak, ezeket direkt azért vettem, hogy legyen valami újdonság így az utazás alatt, ez a Malacbújócska, Tölgyerdő meséi sorozatból, meg a Pip és Poli, a kék szörny. A Pip és Poli meséket amúgy imádják, nagyon cukik, kicsit így tanulságosak, és tök jók az illusztrációk, ezeket imádjuk, és mindig hozzák, hogy olvassam. Úgyhogy ez lesz így a meglepi útközbenre. Sziasztok! Nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek, mert hogy reggel van, vasárnap indulunk, én elmentem egy nagyon jót futni, 5 kilométert futottam, és nagyon-nagyon jól esett, mert tegnap nem sikerült. Kisasszony már megint itt van. És igazából tudom, hogy nem olyan hű, de nagyon rendszerezett lett ez a videó, de szerintem annyira lett rendszerezett, amennyire két gyerekkel rendszerezetten el lehet készülni. Bocs, de meg akarják fogni állandóan a kamerát. Én tegnap előkészítettem a gyerekek ruháit, úgyhogy így könnyű volt őket felöltöztetni, meg a sajátomat is, Nándi nem, meg a sajátomat is előkészítettem, hogy arra már ne legyen gond. Úgyhogy reméljük, hogy tetszett ez a videó, és hogyha igen, akkor légy, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és az utazós vlogokban pedig Olaszországból újra jelentkezem. Sziasztok!